Sziasztok, Csivetka vagyok, és köszöntelek titeket! Mit pasizós és párkapcsolati témát fogunk kibeszélni. Találkoztatok már valaha olyan gyönyörű, tökéletes pasival, aki már az első alkalommal azt a második gondolatot idézte elő bennetek, azon kívül, hogy úristen, de jól néz ki, hogy nagyon jól néz ki ez a pasi, és biztos nagyon jó, de hát én hogyan érjek fel hozzá, akár külsőleg, meg aztán végképp nem. Tehát belsőleg ez a srác biztos nagyon egyben lehet, hogyha ez a srác ennyire odafigyel magára, akkor az élete teljesen rendben van, és saját maga is teljesen rendben van, hisz látszik a kisugárzásán, látszik azon, ahogy viseli magát, bla bla bla. Hát igen, én is találkoztam már ilyen sráccal, nem is egyel, és amikor ilyen gondolat fordul meg a fejünkben, akkor már érdemes lenne a legeslegelején elgondolkodni. Mert akkor úgy igazán nem gondolkodunk, hanem egy kicsit, mintha feszélyezve éreznénk magunkat, egy kicsit, mintha pillangók repdesnének a hasunkban, amit aztán a szerelemmel összepárosítunk, de lényegében ott más problémák is vannak, mert a problémák mindig hátul, a gyökereknél alul, és a külcsíny mögött bújik meg. Ebben az esetben, amikor ilyet tapasztalunk, szerintem érdemes ezen tudatosan egy kicsit nem csak elgondolkodni, hanem ezt érdemes tudatosan kezelni, mert az egész videó lényegében arról fog szólni, hogy amikor azt érzed, hogy nem vagy elég jó neki, akkor mit is kellene tenned. Kettőféle probléma lehet ebben az esetben, az egyik az te magad vagy, tehát az benned van, a másik probléma pedig a srácban. És azt, hogy a srácban milyen probléma lehet, azt úgy igazán nem tudod befolyásolni, de ott is lenne problémák. Az egyetlen befolyásoló lehetőség ebben az esetben az, hogy tipli. De először beszéljünk rólad. Amikor benned ilyen gondolatok felsorakoznak, legyen akármilyen szép, akármilyen jó, akármilyen stb. Te magad is vagy olyan szép, vagy olyan értékes, vagy olyan lehengerlő, és vagy olyan egyedi, hogy ezt a srácot meg tud fogni. Ezzel a gondolattal kellene eleve hozzáállni minden egyes individuumhoz a Földön nézen ki, akárhogy, mert ezt a fizikai testet mi egyszer úgyis elhagyjuk, megöregszik, megcsúnyul, meg a egyéb szomorú dolgok, amikkel előbb-utóbb szembe kell néznünk, de azt, hogy mi van belül, az sok mindenki nem szokta megfigyelni, és hogyha valaki eléggé értékes belül, akkor nézhet ki akárhogy, akkor is értékes marad. És ezt néha elfelejtjük egy szép srác láttán, vagy egy státusz láttán, vagy jól előadott állarc, vagy egy színész, aki tényleg tökéletesen adja elő magát, de közben meg vannak problémák, szóval ezt így elfelejtjük. Hogyha ilyen dolgok mutatkoznak a gondolatainkban, és ilyen dolgokat találkozunk saját magunkban, akkor lehet, hogy nem vagyunk saját magunkkal tisztában és megelégedve, nem vagyunk a saját életünkkel megelégedve, mert az, hogy hogyan viselkedünk az élet többi dolgain, hogyan állunk nem csak magunkhoz, hanem a munkánkhoz, a barátainkhoz, az egyéb kapcsolatunkhoz, mind-mind elárulja azt, hogy hogyan és miként állunk magunkhoz, hogyan becsüljük magunkat. Illetve nem tudunk megbarátkozni a múltunkkal, ami valójában már csak egy kis önismeret kérdése és egy kis munka, mondjuk önterápia akár, vagy terápia kérdése lenne, de sok mindenki nem ismeri fel, és ezzel nincs is semmi gond, mert mindenki máskor jut el erre a szintre. Amikor ilyen dolgok vannak, akkor érdemes egy kicsit magunkba nézni, és elkezdeni dolgozni ezeken a dolgokon, vagy előfordulhat az is, hogy hozzász full önbizalommal egy sráchoz, és azt érzed, hogy én ezt a srácot így az ujjaim köré fogom csavarni, aztán végül mégse jön össze, mert időközben elkezdünk így érezni a srác iránt, illetve a helyzetben, az valószínűleg azért van, mert a srác úgy kezdett el téged manipulálni és megvezetni, pontosan az ő gyengeségei miatt, hogy észre sem vetted. Ahogy bánik veled, az is sok mindent elmond arról, hogy miért érzed magad így. Ez valójában azért van, mert ő sem tudja, hogy mit akar, nem bízik magában, azért manipulál, mert egyébként jó lenne, hogyha maga között vagy körött tudna tartani, mert egyébként nagyon bejössz neki, és egyébként kellenének ezek az energiák, meg ezek a jó dolgok, amiket tőled kap. De ő maga sem tudja elkötelezni saját magát, mert fél, mert nem akarja, mert kötődési, mert így, mert úgy, akármi. Tudjátok, a tipikus 21. századi férfi problémák, amikkel állandóan találkozunk, ez mind előfordulhat. Ebben az esetben, amikor már ennyi pirozást mutogat ez a srác, akkor érdemes lenne egy kicsit otthagyni. Amikor pedig veled van a baj, vagyis benned van a probléma, tehát már eleinte így jársz hozzá, akkor meg érdemes saját magad elkezdeni dolgozni,
és addig ezt a párkapcsolati témát egy picit félretenni. Nagyon sokszor hallottam már azt, hogy viselkedj úgy, mint Beyoncé, mert Beyoncé sem mindig önbizalommal teli, de ő el tudja játszani és megnyeri az embereket. Ez így valójában így is van, de a csúfigasság az, hogy önbizalmat nem tudsz úgy felépíteni magadban, hogy saját magadnak is hazudsz. A félelmeiden lehet dolgozni, el lehet őket hesegetni, vannak ilyen kis sweet talkok, ilyen kis technikák, amiket tolhatsz magadnak a tükörben, amiket megmagyarázhatsz, lehet a saját eszedet is tehát az elmédet is egy kicsit korábban tartani, de az, amikor ezt úgy csinálod, hogy saját magadat is álmítod, és egyébként meg legesleg belül se, hogy semmilyen szinten nem vagy biztos magadban, az nem jó. Én ilyenkor azt szoktam javasolni, hogy az önbizalmat ne a könyvekből tanuljuk, kell az elmélet, kell az önismereti kurzus, kell a 22. könyv, amit elolvasunk, kell minden kell, ami ezzel kapcsolatos, hogyha érdekel minket, gyűjtsük be az információt, olvasunk utána, menjünk utána, de mindaddig, ameddig bent ülünk a négy fal között, és nem történik az égvilágon semmi az életünkben, ne várjuk, hogy a sült galamb a szánkba repüljön. Tehát az egy dolog, hogy nekem van egy elképzelésem arról, hogy ezt hogyan kellene csinálni, és elméletben én ezt vágom, az meg egy másik, hogy amikor kikerülünk a prérire, a gyakorlatba, fel a színpadra, és ott aztán az életben meg kell mutatnunk azt, hogy mi újság van, ott nem mindig sikerülhet, mert amikor beszélsz egy nyelvet, például angolt, az angolt sem úgy beszélhet, hogy elkezdesz gondolkodni rajta, hogy 10 évvel ezelőtt mit tanított neked az angoltanárod a Present Perfect Continuous-ról, mert nincs időd végig gondolni azt, hogy mit tanultál nyelvtanból, hogy mit tanultál akkor az iskolában, vagy mi van leírva az Oxford angol nyelvtanba. Ott konkrétan tolni kell zsigerből, és egy nyelvet akkor tudsz igazán jó beszélni, hogyha nem gondolkodsz azon, hogy mit csinálsz. Mert így jön, így, kisújból kirázod. És az önbizalommal is ugyanez van, hogy elolvasatok én 100 000 könyvet, megnézhetek 20 000 előadást, és még nem tudom hány kurzusra beiratkozhatok, hogyha nem kezdem el megfigyelni magam a gyakorlatban, megnézni, hogy mi hogy működik, hagyni, hogy egy másik ember hatással legyen rám, hogy ezek a hatások és bizonyos környezetek hogyan reagálok, hogyha ezeket nem tesszük meg, akkor az egész nem ér egy fabatkát sem. Amikor azt érzed, hogy ilyen gondolatai támadnak egy pasival kapcsolatosan, akkor vagy érdemes magadon elkezdeni dolgozni, vagy hagyni az egészet a picsába, mármint hogyha te saját magad rendben vagy vele magaddal, akkor van annyi eszed, hogy észrevedd, hogy ez a srác meg igazából nincs. És egy nagyon-nagyon jó dolgot hallottam a minap az egyik Instagrammertől, akit követek. Ő azt mondta, hogy ha állandóan olyan embereket keresünk, akik mondjuk ilyen szinten mozognak, és mi ilyen szintű kapcsolatot szeretnénk az életünkben egy emberrel, aki szintén ilyen szinten van, hogyha ehhez az ember, az az adott ember, akit kinéztünk magunknak, ezen a szinten mozog, de mi már itt vagyunk, és csak azért, hogy ezt az embert megfogjuk, lemegyünk erre a szintre, akkor lényegében saját munkat erőszakoljunk meg, ahelyett, hogy elkezdenénk gondolkodni azon, hogy jó, akkor ezt az embert el kellene engedni, és nem a saját szintünkből lejjebb adni, hanem a szintünkhöz mérten egy olyan szintet választani, akik tudnak itt velünk találkozni. Ilyen egyszerű. És ez is egyébként elmélet, és ezt majd a gyakorlatban fogod megérteni, mert én például a saját példámból kiindulva, akkor tudtam igazán elhinni magamról azt, hogy igen, én mindenre képes vagyok, igen, én ezt is meg tudom csinálni, amikor elmentem és megcsináltam. Amikor megmutattam saját magamnak, hogy igen, én ezt meg tudom csinálni. És általában az önbizalom mindig a döntésekből fakad. Tehát amikor van egy adott helyzet, el lehet dönteni, hogy A-t választok, B-t választok. Nyilván az A az nagyon jó, a B az kevésbé jó. Hogyha folyamatosan a B-t választom, azért nem lesz önbizalmam, mert mindig a B-t választom, és én magam tudatalatt is tisztában vagyok vele, hogy nem a B-t kellene választani, hanem az A-t, de ahhoz, hogy az A-t választom, kellene egy kis bátorság. Na most, hogyha összeszedem minden bátorságomat, mert a gyakorlatban is meg akarom mutatni magamnak, hogy már pedig ez sikerülni fog, és elkezdem csak azt az egy át beválasztom, és elindulok egy másik irányba, akkor azt fogod érezni, hogy te vagy a császár, az oroszlán király a sziklaszírten, és reng a hajad a szélben, mert ezt megcsináltad, mert ezt meg tudtad csinálni, és hogyha ez sikerült, akkor sikerülni fog a következő, meg az következő is, és onnantól kezdve
Nem B-t fogsz folyamatosan választani, hanem A-t, mert rákapsz az ízére. Mert hogyha egyszer sikerült, akkor sikerülni fog legközelebb is, és nem tudsz majd leállni. És utána majd egy kicsit upgrade-elni kell, mert akkor már nem csak ilyen A-B variációk lesznek, hanem A-B-C-D, vagy valamikor határokat kell húzni, valamikor nemet kell tudni mondani, valamikor egy kicsit magasabbra kell emelned a saját értékedet a többi ember szemében, mert attól, hogy te tudod, de a másik felé nem közdöd, megette a fene. És ez nálam akkor szokott jól működni, amikor az üzleti életben valami nagyon jól sikerül, és elkezdek párhuzamot vonni, hogy a magánéletemben meg hát ezt miért nem tudom megcsinálni, akkor azt mondom, hogy jó, hát hogyha ezt én itt megcsináltam, és kaptam rá egy pozitív reakciót, mert azt látom, hogy az emberek elkezdtek engem jobban értékelni, mert én értékelem magamat, akkor a párkapcsolatomban is meg kell húznom azt a határt és azt a szintet, hogy a párom ugyanúgy értékeljen engem, mint ahogy én szeretném értékelni magamat. Menjetek és éljetek, mert másként nem fogtok önbizalomra szert tenni, hogyha folyamatosan önszabotáljátok magatokat és a lehetőségeiteket. Remélem, hogy hasznos volt a mai videó, hogyha volt már olyan helyzeted, hogy ilyen pasit láttál és ezt reagáltad rá, akkor meséld el nekem légy szíves kommentben, hogy hogyan sikerült ezen túllendülni, hogyan sikerült. Én nem csak a sikersztorikra, hanem úgy igazából bármilyen végkimenetelre kíváncsi vagyok, csak szeretném tudni, hogy ti ezt hogyan élitek meg. Köszönöm szépen a mai figyelmet, ne felejtsétek el lájkolni a videót, feliratkozni a csatornára, és találkozunk legközelebb is. Sziasztok! Thank you.